Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, tehát holnap lehetőben nem lehetnénk itt, ha jól számolom, többen vagyunk, mint százan, de hát ez is 99 jó. Mint egy Ori Vizsgálat, Ori koncerten lennünk, ott is volt egy ilyen határozott ideje. És hát azt hiszem, hogy 60 év zenéje és 77 év élete, azt hiszem, hogy ebben a röpke futballmeccsnyi időben nem fog beleférni, de én azért azt gondolom, hogy csapjunk a lovak közé. És talán kezdjük rögtön azzal, ami talán az itt lévőket is a legjobban érdekli, a megyei, a Tolna megyei kötődésed, illetve azon belül is szexált, hogy milyen emléket fűznek. Kezdjük azért mégiscsak a kronológiával, időrendben a gyerekkoroddal. Hát én vagyok az első a családból, aki már nem Bátaszéken, tehát Tolna megyébe született, mert édesapám nagyon jól elvégezte itt Szekszárdon még a gimnáziumot, azt hiszem a volt, illetve nem tudom akkor, hogy hívták, főgimnázium vagy valami ilyesmi lehetett a neve. Takler Feri, másik nagy borász édesapjával együtt. És aztán ő Budapestre került, édesanyám is, ők ott végezték el az egyetemet, mind a kettő közgazdász lett, ami engem állatira nem érdekelt. Úgyhogy, de én voltam az első, az egész 1700-as évekig visszavezethető családfán, aki már nem Bátaszéken született. Aztán a húgom, az sokkal jobban csinálta, mert én a világháború kellős közepén születtem meg, tehát éppen elindult a világháború Magyarország irányába, tehát a sztálingrádi csata után. 1943-ban járunk, ezt nem titok, mondhatjuk ezt idővel. És hát Budapest ostromáig végül is a szüleimmel ott voltam, de hát az elsők voltak a mi házaink, amiket bombatalálat ért, aztán nagyfaterom, aki építészmérnök volt, aki miatt lettem én is az, úgy döntött, hogy ennyi a Budapest, vissza Bátaszékre, és édesanyám a hóna alá kapott, és 1944 decemberében, tehát hogy karácsonyra leérjünk, lejöttünk Bátaszékre, hát vonat közlekedés nem volt, ilyen tehervonatokat keresett, ami körülbelül erre felé jött. De aztán megúsztuk valahol, és mondta, hogy találkoztunk szovjet katonákkal, német katonákkal, de hát mindenki látta, hogy kisgyerek, csak figyelmeztettek, hogy ez milyen veszélyes, de lejutottunk. Aztán nagyfater nagy örömmel válaszolt, és mondta neki is mamám, hogy hát milyen mázunk volt, pedig katonák minden, azt mondja, egy szerencsétek volt, magyar csendőrrel nem találkoztatok. És ebben lehet, hogy tényleg van valami, mert abból biztos lehet, hogy balhé lett volna. De leérkeztünk, és a húgom már menet, hogy mondják ezt, szóval már érkezőbe volt, és ő hajszál pontosan 1945. május 9-én született meg. Tehát... Úgyhogy... Na, onnantól kezdve azért elég sokat a nagyszüleimnél voltam, és később, amikor iskolába jártunk, a általánosnak a szünidejét, azt itt lent töltöttem Bátaszéken, és hát Bátaszék, Baja, Szekszárd, ez nekem olyan volt, mint szóval Budapesthez képest, mintha villamossal jöttem volna, hát biztos még emlékeztek, talán meg is van még ilyen kis motorvonatok voltak, ilyen, a hűtő elején meg a hátán volt, egy vagonból állt, de azt hiszem, ha jól emlékszem, óránként ment. És a menetidő lehetett 15-20 perc, valami ilyesmi. És hát nekem az egyik fő cél a nyaralásnál, az vagy Bátán a Duna, vagy Baján esetleg, vagy a szekszárdi strand, ami nem volt innen messze. És most kérdeztem épp az Eszter Bajranit, hogy egyáltalán megvan-e, meg a igazgató urat is. De állítólag már bezárt, pedig nagyon jó kis strand volt. És ott sűrűn, hát nagyon szinte hetente kétszer-háromszor is nyaranta itt voltunk. És ehhez az épülethez is az köt, hogyha csak akkor még úgy hívták, hogy Béri Balogh Ádám Múzeum. És amikor meguntuk a strandolást, de a vonatig volt egy 3/4 óra, akkor beszaladtunk mindig ide egy kicsit körülnézni. Úgyhogy nekem ez abszolút ismerős hely. Testeteket és a szellemeteket is ugyanúgy edzettétek, ez nagyszerű. De egyébként visszakerültetek a második világháború végén, már akkor állandó lakhelyre, Budapestre. Milyen állapotot fogadtak ott benneteket?
Hát édesapám nem is jött le velünk, tehát édesanyám a húgom születése miatt miattam ment le. Nagyapám az végül is akkor ott folytatta, mert addig ő is Budapesten építészkedett, meg rengeteget dolgozott külföldön. De én már utána, mikor visszamentünk, ott jártam óvodába is, és gyakorlatilag iskolába már egyértelműen. A családdal meg az volt, hogy gyakorlatilag 46 után nem is nagyon volt miért lejönnöm, mert a nagyszüleim, mert nagyapám mondta, hogy őt nem lelő, mert tudod, 46-ban jött a rendelet, hogy 20 kilóval tessék a futballpályán sorakozni, aztán majd megyünk valahova. A legrosszabb az volt, hogy mint később a kinti nagyszüleimtől meghallottam, hogy nem az volt a baj, azt se tudták, hogy hova viszik őket. Tehát a vonatból nézték, hogy a nap merre van, tehát hogy kelet vagy nyugat felé, tehát hogy a Szovjetunióba, vagy ne adj Isten, jobb esetben valahova Németországba. Már most a német jött össze, de hát ahogy Csehszlovákiából átértek, ott a határ után kidobták őket, és akkor ott valahogy nekik boldogulni kellett. Az a szerencse, hogy a nagybátyám, aki hát 20 körül volt akkor, az rögtön kiderítette, hogy ez a szovjet zóna is nem biztos, hogy ez a jó hely, és még ideje korán átmentek a francia zónába, és nekem ez egy hatalmas nagy dolog volt, mert őnekik, főleg nagymamámnak köszönhetem azt, hogy 1956-ban megkaptam életem első Elvis Presley lemezét, ami végül is a fantáziáimat elindította erre az egész dologra. Még egyébként az óvodával kapcsolatban egy poént azért hadd említsek meg, hogy igaz-e vagy sem, azt majd most itt rögtön a nagy érdeműnek elmondod. Igaz az, hogy annyira érdeklődtél az építészet iránt, hogy az óvodában már körzővel és vonalzóval a váladomban laktál el 6 éves korodban? Igen, fehér köpenyben, fejes vonalzóval, mindennel. Én már akkor tudtam, hogy építész leszek, mert az itt maradt nagyapám, akit egyszer nem lehetett kitelepíteni, ő mondta, hogy ő nem megy oda ki, őt innen nem viszik el. Ez a Heimat, ez a szülőföld, ő innen nem megy sehova, nem is lett semmi baja. Tehát nem nagyon nyúltak hozzá. Csak hát ki merte ezt vállalni? Ő merte, és később is, mint építész, és nekem az csodálatos volt, hogy otthon ott rajzolgatott a tervezőasztalon, és másnap már hozzá is kezdtek az építéshez, és amit én úgy rajzolva láttam, az néhány hét alatt már ott magasodott. Tehát az engem nagyon megfogott akkor, és valóban én már olyan 5 évesen tudtam, belém volt súlykolva, hogy te is építész leszel. Egyébként egy picit elmegyünk a kronológiát, hogy általánosságban beszélgetünk erről. Az építészet és a zeneművészet között látsz-e valamiféle összefüggést? Van-e kapcsolat a kettő között, vagy ez két olyan külön halmaz, amit te véletlenszerűen üztél az életedben paralell egymás mellett egy tanulművel is, ameddig tanultál? Hát nézd, az biztos, hogy véletlen nálam, de hogy van-e kapcsolat, hát az építészetre nagyon sokan azt mondják, hogy az a megfagyott zene. Tehát végül is egy ugyanúgy az érzelmekre, mindenre ható dolog, csak talán nem olyan hatású, mint a zene maga. De egy csodálatos építészeti mű, tehát mondjuk egy gyönyörű gót katedrális, vagy ilyesmi, hát lenyűgözi az embert. De engem tényleg maga az nyűgözött le, hogy ez hogy teremtődik meg. Na most gyerekkoromban nekem eszemágában nem volt zenésznek lenni, mert hál' Istennek a családban nem volt. Volt tiszteletes úr, volt pedagógus, volt földműves, volt mindenki. Volt becsületes magyar neve, senkinek nem volt. De ez nem volt akkor gond. Tehát itt Tolna egyébben azt hiszem, ez teljesen természetes volt, és még azokból se lett nagy baj, amikor kitelepítették a német anyanyelvűeket, és helyette bejöttek szerencsétlen szlovákiai, romániai magyarok. A fogadtatásuk teljesen nem ellenséges volt, hanem tudták, hogy ugyanolyan szituációból vannak ők itt. Tehát a nagyszüleim is soha nem volt az, hogy érdeklődtek, hogy ki lakik a házukban, meg mi, és mindig mondtuk, hogy hát egy nagyon kedves szlovák. És látszott, hogy semmi, hát
ugyanabba a cipőbe járnak. Úgyhogy nekem ez egyébként nagyon szimpatikus volt, és Bátaszék az különlegesen egy ilyen sok nemzetiségű, mert a szerb megszállás, én nem tudom meddig volt, de azt hiszem Bátaszéken elég sokáig, de azt hiszem Szekszárd is bele. 21. Szekszárd nem? Csak Bátaszéken. Mindegy, de hát ott erőteljes ilyen délszláv hatás is volt. De én úgy éreztem, hogy ez egy állati színességet, és minden dolognak megvolt a maga. Tehát ott emlékszem, az se volt kérdés, akire emlékszem, nagyapámnak mindig volt egy ilyen csapata. És akkor mindig is mondta, hogy itt vannak a legjobb tetőfedők, itt a legjobb ácsok, és azt tudom, hogy a legnagyobb mindenese az Milán, a cigány gyerek volt. Mert az viszont mindent meg tudott csinálni, és ha valami komolyat meg kellett csinálni, na majd szólok a Milánnak. És az meg nagyon kedves volt hozzám, nagyon szeretett, és mindig hozott egy méregerős paprikát, mert én azt már gyerekkoromban nagyon szerettem. Ilyeneket ma már nem láttam ilyet, de olyan erős volt, hogy nem is tudom azt gyerekként, hogy tudtam megenni. Említetted 1956-ot, egy picit haladjunk az időben, mert különben nem fogunk eljutni soha 2020-ig. Viszont 1956 ugye a magyar zene történetben is egy cezúra, mert ugye 56 végén, 57 elején megjelent az első magyar rock'n'roll kislemez még a Martini zenekarnak a jóvoltából, de Elvis Presley-t említetted természetesen teljes joggal. De 56-ban azért a forradalom is, gyakorlatilag 13 éves voltál, mindenképpen belétek ívódott. Ti már az a generáció vagytok, akik felfogtátok értelemben azt, hogy mi történik itt ebben az országban, 56-ban, és ha minden igaz, már pedig igaz, az Omega még ezt a személyes élményedet az 56-os lány címmel meg is zenésítette. Erről mesélj nekünk egy kicsit, légy szíves. Hát nézd, valóban 56-ban 8-osok voltunk, és 23-án épp a 8. A ellen játszottuk a visszavágó osztálymeccset, és az Istennek nem akart vége lenni, mert 2 góllal kellett mindig nyerni, és amíg nincs meg a 2 gól különbség, addig nincs vége a meccsnek. És már 9-8, meg 9-9 volt, és, de már olyan sötét volt, hogy ha minden jobban maradtunk az ásokkal, hogy jó, ezt ma nem fogjuk tudni befejezni, most már menjünk haza, majd kijelölünk egy... Aztán hazaértünk, mindenki hazaértünk, egy jó nagy pofon fogadott. Nem hallottátok, hogy mi van? Hát mondom, nem hallottuk, hát nem akart vége lenni a meccsnek. És akkor úgy bele, mert nem messze volt az a grund, ahol játszottunk a Műegyetemtől. És tényleg, ahogy mondták, valami onnan, mintha úgy ilyen tömegzajokat hallottunk volna, de kit érdekel az 7-7-nél? Hát nem volt érdekes. 7-7, kész. Semmi, az utólag, ha visszagondolok, emlékszem, hogy volt olyan, hogy olyan október közepén állítólag volt valami gerőbeszéd a rádióban. És csak úgy arra emlékszem, hogy édesapám úgy mondta, hogy na, ebből balhé lesz. Gerő Ernőt sovinisztát és fasisztát nevezte a... Igen. És erre úgy visszaemlékeztem, hogy ezt néhány nappal hallottam, és... Addig se nagyon hallgatták otthon nálunk a magyar rádióadásait, de a szüleim elsősorban az angol rádiót, tehát a Londont hallgatták, és az volt a gyanús, hogy most már csak azt hallgatják. És a 23-a ennek megfelelően, így ha utólag belegondolok, olyan frappánsan jött, tehát hogy szinte nem volt váratlan. De azt nem mondanám, hogy ott rögtön... Ott jártunk tovább iskolába, minden működött tovább, és az volt érdekes, hogy ott a tanárok is, meg mindenki egy kicsit olyan, az addigi olyan titokzatos összekacsintásból egy kicsit közvetlenebb, mindenki jobban elmerte azt mondani, hogy hát azért most büszkén megmondjuk meg, meg. Nem gondolt senki abba, hogy ebből egy véres dolog lesz, mindenki abba volt, hogy na, és hát azért mi már tudtuk azt, szóval azért 8-ban az ember már eléggé tájékozott, hogy azért volt már a lengyeleknél, volt az NDK-ban is ilyen, és olyan büszkeség volt inkább az, hogy na, mi is azért szóvá tettük, hogy azért minden nincs rendben. Rákosi eltárs, sok minden. Biztos ez a szocializmus majd nagyon jó lesz, de jelen pillanatban azért még sok a baj.
És ez ott ezekben, főleg az első hétben, ez egy olyan őszinte dolog volt, és ahogy alakultak az események, valahogy még olyan biztató is volt, hogy hát úgy néz ki, hogy a Szovjetunió nem is fog beleavatkozni, hanem majd itt valahogy megoldódik. És akkor mi még mindig jártunk iskolába, tehát nem volt semmi gond, és azt lehetett érezni, hogy egyre több mindent szabadott kimondani, a Kossuth Rádiót már Szabad Kossuth Rádiónak hívták. Tehát olyan biztakoró hangulat volt. És akkor emlékszem, hogy 28-án, vagy mikor alakult meg a kormány? Hát többször de a végleges kormány. 28-án valóban győzött a forradalom, így van. És amikor kormány. Úgy reggel bemondta, már, akkor már hallgattuk a magyar, Szabad Magyar Kossuth Rádiót is, és ott bemondta, hogy megalakult az új kormány Nagy Imre vezetésével. És akkor emlékszem, hogy olyan gyerekekként is úgy, Nagy Imre, de hát az is kommunista, hát akkor mi fog itt változni? Mert mindenkiben valahogy az volt, hogy itt most valami, ami egy évvel korábban Ausztriában megtörtént, tehát hogy a szovjetek kivonultak, és egy független állam lehetett, és valahol ez nem tűnt olyan irreálisnak, hogy hát ha a szovjetek innen is kimennek. De az, hogy most a Nagy Imrével alakult, de aztán nagyapám, aki nem kicsit volt reakciós, úgy még mondta, hogy hát azért az ezek közül még mindig egy rendes ember. Tehát, mert az korábban volt miniszterelnök, csak túl puha vagy elnő. Túl, igen. És na most utána egy olyan kicsit bizonytalan idő jött, mert akkor viszont elkezdődött a forradalom és ellenforradalom cirkusz. Tehát kiderült, hogy még nem a szovjetek miatt, hanem az itteni hierarchia miatt. És pillanatok alatt, hát egy hét választott el minket gyakorlatilag a november 4-től, amikor viszont elszabadult a pokol. Tehát én még úgy emlékszem, hogy a harmadikáig úgy lehetett hallani, hogy a városban különböző helyeken, Szénatéren, Korvin közben vannak, Moszkva téren ilyen lövöldözések, de hát a szüleink megtiltották, hogy mi erre felé járjunk, de az utcára ki lehetett menni. És a Trunkos Andrisnak meséltem el ezt a korszakot. Nekünk gyerekeknek az volt a feladatunk, a szüleink még általában jártak dolgozni, és az közellátás már nem nagyon volt meg, de vidékről érkeztek a teherautók, amik hozták a kenyeret, az élelmiszereket, meg minden, és ott mi szépen gyerekek úgy sorba álltunk, megkaptuk, és minden. És ott valóban találkoztam már második alkalommal egy nagyon helyes kis csajjal, aki velem egy idős lehetett, és úgy megbeszéltük, hogy akkor a következő teherhasztónál is majd találkozunk. Na most ennek nagyon hamar vége lett, mert harmadikán még minden rendben volt, de negyedikén hajnalban, pontosabban már késő este, egyszer csak megszólaltak a szirénák. Hát ma már az embereknek nem sokat mond, de hát mi még a világháborúból mély nyomukban, és még megvoltak a szirénák. És akkor mindenki tudta, hogy na irány az óvóhely. És rohantunk lefelé a pincébe az óvóhelyre, és én, mi a harmadikon laktunk, az első az volt, hogy gyorsan benyomtam a világítást. Tehát, hogy lássunk. Mire lentről ordított, ki volt az a barom, aki most innentől kezdve célpontok vagyunk. Mert tényleg már a szovjetek meg a magyarok lövöldöztek keresztül, kasul mentek a gránátok az égen. Fú, én nagyon rosszul éreztem magam, hogy hű, ezt én okoztam, de aztán nem volt semmi. Leértünk a pincébe. Hát ott a házlakó, ilyen 30-40 ember ott összezsúfolódott, de már elő volt készítve, mert már sejtettük, hogy valami azért lesz. Tehát mindenkinek volt. És akkor egyszer csak be volt kapcsolva persze a Kossuth Rádió, ami még Szabad Kossuth Rádió volt, és ott megszólalt a Nagy Imre, és elmondta azt a jellegzetes, jól ismert beszédét. Hát onnan már gyerekfejjel is tudtuk, hogy ennyi volt. Tehát amikor, és főleg úgy nem is értettem, hogy csapataink harcba állnak. Kivel? Vörös hadsereg. Hát csúnyán néznek, és vége az egésznek. Tehát ott tudtuk, hogy ennyi volt. De talán jobb is, hogy ennyi volt, mert az az össze-vissza mindenki mindenkire lövöldözzön, az se vezetett volna sehova. Tehát akkor már világos volt az, hogy itt Ausztria nem lesz, tehát második Bécs. A nagyszüleim, azok egyébként lejött a nagybátyám Bécsig,
mert ők remélték, hogy mi is elmegyünk, de szüleim is meg, hát én mondtam, hogy ti mehettek, de hát én maradok. Hát nem akartunk elmenni, és nem is mentünk. Úgyhogy, hogy szokták ezt mondani, kalandvágyfolyt maradtunk. De én azt mondom, hogy nem bántuk meg. Tudom, hogy ennek az a címe, ennek a műsornak, hogy mi a Kádár rendszer. Húsba kötve táncolni. Hát megmondom őszintén, én ezt a rendszert sem úgy éltem meg. Igen, ezt akartam még egyébként megkérdezni, egy unblock, hogy erről mi a véleményed. Vajon ti tényleg húsba voltatok kötve, vagy azért nem azért ezt a húst lehetett tágítani? Nézd, azért ez nem véletlen volt a legvidámabb barak. Azt nem mondom, hogy amikor megalakult a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, és kiderült, hogy a belügyminiszter elvtárs lett Szolnokon megbízva avval, hogy ő legyen most már. Hát úgy nem értettük, hogy hát ez hogy haverok között, ez hogy zajolhatott, de hát volt ilyen a magyar történelemben mások. Úgyhogy akkor a gyerekfejjel úgy kikapcsolódtunk abból. Én különösen azért nem foglalkoztam akkor a dolgokkal, mert elkezdődött a Melbourne-i olimpia 56 októberében, vagy novemberében, és onnantól kezdve engem már nem is érdekelt a egyéb dolog, csak hogy fogunk, mert nekem Helsinki meg London után az volt a csoda, hogy mi magyarok, jó, hát úgy néz ki, szabadságharcban mindig elbukunk, abban vagyunk túl jók. 100 évvel azelőtt is így volt, most is így lett, kész, ennyi, de most az olimpián majd. És az tényleg le nem lehetett engem akarni a rádióról, pedig hát Melbourne egész más, valami késő éjszaka voltak, azt hiszem, a közvetítések, de én mindent végighallgattam. Hát kicsit el voltam keseredve, hogy a Helsinki 16 után csak 10-ig jutunk, de hát a mai napig is az összes olimpiai bajnok nevét még nagyon jól tudom. És számomra onnantól kezdve ez át is vette az egészet, és ehhez utána a karácsonyra kapott Elvis Presley Golden Records, az tényleg azt mondom, hogy el is felejtette velem a 56-ot. Iskolában nem kellett még járnunk, azt hiszem februárig én le is jöttem Bátaszékre, utána a nagyszüleimhez, mert azért itt jobban, ha már nem kell suliba menni, akkor... És egy elég kellemes tél volt, tehát emlékszem, én fociztunk is, tehát... És akkor februárban megindult útból az élet, és hát onnantól kezdve az van, ami. Az ismertőket még azt hiszem le is bombáztak, ugye, hogy találat érte a Vári utca iskolát, ugye? Ezt hát igen, egyébként egész addig a napig jártunk, de az talán másodikán vagy valahogy, tehát amikor már a magyarok oda visszalőtték egymást, a szovjeteket még nem lehetett látni, de hát tudod, akkor a honvédség egyik része átállt, másik része nem állt át, teljesítette a fogadalmát, kötel. Szóval azt láttuk, a börtönből tört kiszabadultak, azok persze revansot akartak rögtön venni. Tehát azt éreztük, hogy ez nem a mi harcunk. Tehát ebbe, pláne gyerekként, mit tudunk ebbe, se, majd lejátsszuk a 8A elleni meccs. Tényleg is a meccset lejátszottál? Nem, nem játszottuk le, mert nyilvánvaló ősszel már nem lehetett. Tavasszal meg én már leigazoltam, mert hát természetesen 1956-57-ben mi akar az ember lenni, hanem kocsis vagy puskás vagy valaki. És ráadásul hát 56-ban nagyon megtizedelődött a csapat, mert a budapesti honvéd nem jött haza a nyugat-európai turnéjáról, hanem a bölcsebbje az kint maradt. És ott folytatta a pályafutását, és a szegény Grosics Gyuszi mondta, mert Balatonon egymás mellett laktunk, hát a hülyébbje az hazajött. Kapta a nyakába a fereket, meg minden, a kintiek, meg hát Puskás öcsi, Real Madridban, Kocsis Cibor, Kubala, Barcelonában. Hát mi meg ezt itthon eltitkolva. Én ezekről inkább csak onnan tudtam, hogy kint a nagybátyámtól kaptam a híreket, de hát engem eleve az 54-es berni katasztrófa indított el azon, hogy
na, akkor muszáj utánpótlást hozni ide. Tehát én nekem is futballozni kell, és lementem az egyetlen budai futballcsapathoz, a dohánygyári Kinyizsi MB2-es csapatához, ahol rendes, igazolt kölyök futballista lettem. De aztán valahogy mégis az atlétika felé vetted az irányt. Hát igen, mert alig telt el néhány edzés, ott én rá lehetett a Váli utcai iskolából, pont rá lehetett látni a beharcpályára, és ugye a többieknek mindig mondtam, hogy majd nézzétek ki, délután ott leszek én is, az egyik ilyen piros-fehér az én vagyok. És olyan büszke voltam, hogy egy csapatba focizok már, és olyan lelkesen végeztem az edzéseket is. És akkor egyszer csak úgy odajött hozzám egy ilyen idősebb, hát hozzám képest idős, ilyen 40 körüli komoly úr, és mondta, hogy hát te figyeltelek, neked nem kéne futballozni. Hű, mondom, ez ennyire látszik? Vagy mi a fene van? És azt mondja, na, mert látta rajtam a megdöbbenést, azt mondja, nem, te abszolút futóalkat vagy. Tehát néztem a mozgásodat, gyere le egy, holnap egy kicsit korábban gyere az edzésre, az atlétákkal akkor csinálunk, próbáljuk ki. És akkor lementem, fuss egy 100 métert, egy 60 métert, egy 400 métert, na ott nagyon rezgett a léc, mert valaki futott köztületek 400 métert sprintbe, annál gyilkosabb dolog nincs. Mert a 60 méter meg a 100 az ugye rendben van, de a 400 méter? Na, ott elkezdtem aggódni, mert a fociban az a jó, hogy ilyen 30 méteres vágták vannak, hát abban én baromi jó voltam. De a 400 méter, és ugye, na, még a végén azt akarja, hogy 400-as legyen. Aztán mondta, hogy nem, az alkatod, a futástílusod, minden, te gátfutó leszel. Hát mondom, soha az életben nem. A magyar atlétikának a gyenge pontja volt egyébként a 110 gát, mert a Csermák József, a Klícs, Szécs, a dobóatléták mind világrekordok voltak, de hát aki az akkori atlétikát ismeri, a közép- és hosszútávfutók, tehát Iharos, Rózsavölgyi, Tábori, az összes világcsúcsot magyarok tartották. Hát a 110 gát az nem tartozott, és erre akkor jöttem rá, hogy hát ez valószínű a magyar alkat nem alkalmas erre, mert 57 nyarán az amerikai atléta válogatott egy bemutatót körúton vett részt Európában, és ott a Népstadionban is volt egy ilyen, és ott én megláttam ezeket a fekete párducokat. És ott úgy, mert az edzőn meg már itt ilyenekkel jött, hogy hű, a 64-es Tokiói olimpián már ott leszünk. És akkor néztem, ezekkel? Hát ezek erre születtek. Hát hogy lehet egy ilyen neves? És rögtön megértettem, hogy a Retezár Imre, aki akkor a magyar csúcstartó volt 110 gáton, miért másfél másodperccel rosszabb a világcsúcsnál? Hát mi nem erre vagyunk. Na most ez megdőlt, mert azóta Bai Balázs és a Szűcs Valdó bebizonyította, és Tokióban, ha lesz egyáltalán olimpia, nehogy Isten még ott is lesz. Tehát ők az én reinkarnációm. Tehát a 110 gát az, én éreztem, hogy szép célkitűzés, de ennyit én nem is akarok dolgozni, tehát ami ehhez kell. Ez azért nincs labda, tehát már nem olyan érdekes, mint a foci. És úgy éreztem, hogy ezt csinálom, mert az edzőm nagyon bízott, de aztán később mi lettünk ott a rendbontók, mert ahogy vége volt az edzésnek, és na akkor levezető köröket, meg minden, mi már mentünk kosarazni, teniszezni, meg minden, tehát rossz hatással voltunk a komoly sportolókra. De az edzőm is megértette, hogy én ezt nem fogom komolyan csinálni. De azért kellett hozzá egy, mert ifi válogatottságig azért elvittem, tehát serdülőként bajnokságokat nyertem, és amikor az ifi, mert serdülőként 80 gát volt, az nagyon jól ment. De amikor 110 gát lett, és megemelték a gátat, ott teljesen kiestem a ritmusból, és hál' Istennek egy Lengyelország-Magyarország ifjúsági válogatott viadalon elestem a ötödik gáton, és a szélső pályán futottam, és neki a térdemmel a beton szegélynek, úgyhogy ott kaptam egy ilyen porcleválást, és ott tudtam, hogy ennyi volt az atlétikai pályafutás. Utána még kosaroztál is egy kicsit. Azt már nem azért, hanem én a MAFT, mert a Műszaki Egyetem atlétikai és futballklubja
az volt hozzánk legközelebb, és a MAFC-ba atlétizáltam. És hát 18 évesen, pont érettségi kor volt, amikor én ifjúsági korban voltam, és más érült, és mondtam, hogy én már nem térek ide. Félni fogok a gáttól, így nem lehet gátfutónak lenni, és ezt az edzőm is elfogadta. És a Szabó Johnny, a tornatanárunk a József Attila gimnáziumban, akkor már gimisták voltunk, az mondta azt, hogy te figyelj, de hallom, hogy abba akarod hagyni. De hát, ha jól tudom, te az egyetemre akarsz menni. Hát mondom, persze. Azt mondja, én ismerem a körülményeidet. Te oda elég nagy handicappel indulsz. Mert se a származásod, se nem vagy kis tag. Eleve körülbelül 20-30 pont mínusszal indulsz, és ha maximálisat hozod, akkor is kétes, és tudod, mit fog az segíteni, hogy te a MAFC-ba sportolsz, akkor hagyd a fenébe az atlétikát, de gyere le addig kosarazni a MAFC-ba. Na most ez nekem nem volt rossz, mert úgyis haszontalankodtunk az atlétikai edzéseken, és a kosár nekem nagyon tetszett, hát minden Honvéd MAFC. Mert egyébként gratulálok a szekszárdi csajoknak most. Úgyhogy a kosárlabda nem volt messze tőlem, de komolyan nem akartam venni, mert én úgy éreztem, hogy a 183-184 centi az azért ahhoz kevés, de ezt megfogadtam, hogy ez viszont nem rossz tanács, hogy ha az tényleg hoz egy minimális döntést, és valóban tökéletesre sikerült az érettség is, meg a felvételi, és ez döntött, hogy a nem tudom, 4-5 azonos pontszámú, maximális pontszámú, de egyébként semmit magával nem hozó felvételezők között nekem ez a MAFC-osság sokat jelentett. Úgyhogy rögtön felvettek az egyetemre. Akkor viszont már volt egy nem komolyan gondolt dolog, mert már a harmadik B-be pont egy őszi atlétikai edzés után, amikor a nyári atlétikának vége volt, és jött a téli alapozó edzés, hát ami olyan unalmas, mint a fene, ott súlyakkal, meg mindennel erőt a következő, és én tudtam, hogy nincs következő év, tehát mire gyűjtsek én erőlétet. És akkor hazafelé menet, emlékszem, hogy mentünk olyan, hát kicsit rossz kedvűen, hogy vége a szép időnek, jó most az unalmas rossz idő, és ott hazafelé menet a Laux Józsi jött elő avval, hogy kéne csinálni egy zenekart. És úgy néztünk egymásra, hogy ez most hogy jön ide? Most a sportot búcsúztatjuk a nyári ezért, zenekart? Miért? Ki tud közülünk zenélni? Reál osztályban járunk, hát. Mondta, hogy senki nem tud, de egy nagyon nagy előnyünk van, hogy nekem is már volt Elvis Presley lemezem, és a Laux is kapott Bill Haley lemezeket. Tehát mi egyáltalán tudtuk azt, hogy ilyen zene is van. És azt is tudtuk, hogy ilyet viszont senki nem csinál. Tehát senki nem tud ránk rosszat mondani, mert csinálja jobban, hát ő se tudja. És akkor megfogadtuk ezt, mert utána a Valsányi, aki a legjobb fizikus volt az osztályban, azt mondja, te figyelj, hát erősítőket, hangszereket csinálunk magunknak. És akkor nem is tudtuk, hogy akkor ez egy komoly döntés lett, és mire hazaértünk, másnap már beszéltük, hogy te, akkor ezt beszéljük meg. És akkor összejöttünk, hogy akkor ezt hogy is gondoljuk, és akkor az volt a téma, hogy rendben van, de ki lesz itt a zenei atyaúristen, hát mondom, én csak operába szoktam járni a szüleimmel, én nagyon szeretem a Verdit, de már nagyon utálom az operát, hogy mindent énekelve énekelne. De mondom, édesanyám megmentette a helyzetet, mert elvitt egy zeneakadémiája egy Liszt Ferenc léprelőt zongora versenyre, hát, és az egy hétig nem ment ki a fejemből. De hál' Istennek karácsonytól már az Elvis Presley ezt azért úgy oldotta, és hát akkor az osztályban megbeszéltük, hogy találkozzunk a Donaldéknál, mert mindegyikünk, tehát nekem a Meki név az már ebből az iskolából. Tehát mi a gimiben már nem a becsületes nevünkön szólítottunk, mindenki kapott egy nevet. Ezt lehet tudni, hogy honnan jött a Meki például? Azt nem tudom, mert azt a többiektől kaptam. Én a Laux Józsiról tudom, hogy ő azért lett Blöró, mert azon a nyáron vetítették a Horgác a pálcban című filmet, és a Louis de Funès egy az egyben ilyen tüskehajjal volt, és a Laux is, mikor megjelent szeptemberben a súlyban, hát hogy nézel ki, Tiszára olyan vagy, mint a Blöró.
És akkor ő rá is ragadt. Tehát ő azért a blőró, de hogy én miért vagyok neki, azt nem tudom. A többieket megkérdezik. Hát sajnos szegény lakszott már nem. De hát, nem, de mondjuk talán hát. Varsányi Kovacsics, tehát azért a többiek még hál' Istennek jó állapotban vannak. És úgy volt, hogy a Donald, amit mondtam, tudtuk, hogy kell egy ilyen zenekarban, hát minimum kell egy zongorista, mert hát az fogja össze az egészet, kell egy gitáros, egy nagybőgő, mert akkor még basszus gitár nem volt, szaxofon az a rock and rollban nagyon fontos, és hát majd meglátjuk. Na jó, de hogy döntjük el, hogy ki legyen? Hát mondtuk a Donaldnak, te leszel a zongorista, menálhatok, volt, van egy pianino. Hát azt mondja, jó, de hát én soha az életem. És akkor úgy fölmentünk, és utána fölnyitottuk, hát kiderült, hogy hát egy fogorvoshoz kéne menni, mert több volt az üres, mint a billentyű, de hát ezt rendbe lehet hozni. Hát mondta, jó, ebben igaz van, hogy neki helyzeti előnye van a zongorához, majd meglátjuk. Jó, akkor a zongorával ne foglalkozzunk, tele vagy a zongorista. A Lanx mondta rögtön, hogy ő meg kizártnak tartja, hogy más hangszer szóba jöhessen, mint a dob. Az énekóráról ismertük, tehát ezzel úgy voltunk, hogy ezzel egyet is értünk. Itt nincs vita. Laux Józsi dobol. De még mindig marad a szaxofon, a gitár meg a nagybőgő. Sőt, még akkor volt egy nagyon szimpatikus, mi csak instrumentális zenébe gondolkoztunk. Mert énekelni egyikünk sem, mert arra nem is gondoltunk, hát az Elvis Presley, hát nem is ezen a bolygón él talán. És akkor maradt az, hogy esetleg még egy trombita is kéne. És akkor jó, hát akkor ezeket a hangszereket rakjuk egy kalapba és sorsoljuk ki. És akkor kiúzta az egyik a szaxofont, ennek nagyon örültem, mert azon bonyolultnak nézett ki, azzal semmiképp nem szerettem volna foglalkozni. Hál' Istennek a trombitát is kihozták, mert azt meg nem szerettem. Tehát a rockzenekarban minek azért nem kell trombita. Rendkívül említsük meg a nevüket, ugye Láng Péter? Nem, az még... Láng Péter már tudott, ő már szaxofonosnak jött. Őt már azért vettük, mert a szaxofonos is rögtön rá jött arra, hogy hát szaxofonozni nem lehet megtanulni. Tehát ő is mondta. Tehát végül kellett keresnünk egyet, és akkor maradt a nagybőgő meg a gitár, és a Varsányi kihúzta az orrom mellett a nagybőgőt, pedig azon csak 4 húr van, tehát én arra annyira gondoltam, hogy az az én hangszerem. 4 húr. Elő is kell hozzá, most az, és ráadásul a Bilhérinek voltak olyan lemezborítók, ahol lovagolt a nagybőgő, meg minden. Hát mondom, ilyet én is fogok tudni csinálni. 110 gác után, hogy milyen nagybőgő. De ő kihúzta. Úgyhogy nekem maradt a gitár. Ami állatira nem voltam meg, tudtam, hogy az a legfontosabb hangszer, de pont ez nyomasztott, hogy húha, azt viszont meg is kéne tanulni. A többiek is így voltak vele, de valahogy én úgy éreztem, hogy a gitárt azt nagyon meg kéne tudni tanulni. De nem volt választás, ami fekszik, nyugszik, viszont abban nyugodt voltam, mert erősítőt, meg gitár pick-upot tekercselni, megcsinálni a gitárt, abban jók voltunk. Tehát nekem volt kész először szinte a hangszerem, meg a Varsányinak a elektromos nagybőgője. Úgyhogy ott annyi volt, hogy akkor mindegyikünk elment, na most tanuljunk zenét. És akkor én is, hol van, sehol nem találtunk. A Laux akkor már talált dobos tanárt, és ő már nagyon jól is haladt. A szaxofonos fölmondta, hogy ő elment egy órára, de rájött, ilyen nincs, ilyen hangszer, ezen nem lehet megtanulni. Én a gitárral még nem voltam így, bár sejtettem, hogy ez se egy egyszerű eset. És akkor valahol nem túl messze tőlünk, a Budán laktunk, ott a József Attila gimnáziumtól, nem messze a Villány utcánál tovább, Márvány utca, ott találtam, ki volt írva, hogy gitártanár. Na, én böcsülettel bementem, hát mondta, és a gitárod hol van? Hát én nem ismertem utána előszedni. Álltam, azt mondja, figyelj, nincs gitárod, hát legalább egy ilyen orosz, szovjet, ezért az nem olyan drága, egy olyat vegyek. Hát azt a szüleimmel megbeszéltem, hogy 600 forint nem olcsó, de hát majd valahogy megveszük. Meg is vettük, és akkor avval elmentem gitárt tanulni. És akkor szépen az első óra, körülbelül így leültetett, holott
akkor már nagymamámtól megkaptam az első Cliff Richard és a Shadows lemezt, ahol azért nem úgy fogták a gitárt, ahogy ez elkezd engem tanítani. Ide egy sámlittet, kitekerte így a kezemet, amúgy is az a szovjet gitár olyan volt, hogy kb. 2 centi magasan voltak a húrok, tehát szinte alig lehetett. Na mindegy, elkezdtem a tanulást, biztos, hogy így kell az alapokat megtanulni. Második alkalommal, és ráadásul szégyeltem magammal vinni, mert teniszütőt az ember, szóval én abszolút sportikus voltam, tehát nekem valahogy most én egy gitárcipeljek, nem tűnt olyan életszerűnek, szóval úgy örösteltem egy kicsit. Milyen jó, aki zongorát tanul, az csak fölmegy, nem kell cipelni. Ezért én meg úgy nem, és villamosra felszállni gitárral, hogy néz ki az. És akkor második óra, harmadik óra, és mikor a harmadik órán jöttem el, látom, az előtérben ott van egy cédula, és az van ráírva, hogy rock'n'rollt nem tanítok. Na mondom, akkor jó helyen járok. És akkor ott úgy nem említettem meg a dolgot, de ott tudtam, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy én idejöttem. Viszont már délután nagymamáméknak írtam, hogy valami gitáriskola, mert itt Magyarországon biztos, hogy nem azt tanítják, amit én akarok tanítani. És akkor néhány hét múlva meg is érkezett egy gitáriskola könyv, és addigra én is már továbbfejlesztettük a Varsányival a elektromos gitárunkat, és onnantól ez a totál autodidakta módon ment tovább a tanulás. És akkor jövünk el tulajdonképpen az a kezdeti fázisához, amit hát ugye megint csak az ősidő kovájba bízd, azért mégiscsak lehet egy dátumhoz azért talán kötni. Meg hát meg lehet említeni, hogy azért volt nektek a gimiben egy... Hát nem, az épp azt akarom mondani, hogy ebben az évben lesz 60 éve, mert ez, amit az előbb volt, az 59-ben volt, hogy életünkben először színpadra is merészkedtünk, a szomszédos Kafka Margit lányiskolának volt a szalag avatója, és azért akkor tudtunk már egy olyan 10-12 Shadows számot, és azt tudtuk, hogy négyszer egymás után eljátszuk, az 4-8-szer egy óra, közte 15 perc szinte, úgyse ismeri senki a számokat. Tehát teljesen mindegy. Viszont azt tudtuk, hogy mindenkinek nagyon tetszik ez az új hangzás. Tehát azért 1959-60. És akkor 1960-ban, valamikor ilyen október-november táján volt az első fellépésünk, aminek az idén lesz a 60. éve. De amire te gondolsz, az egy fix dátum valóban, az 62. szeptember 23, mert tulajdonképpen akkor már egy éve saját klubunk is volt, és a Műegyetemnek a klubja volt ez a Hess András téri, amelyik elindította szeptembertől az új klubot, akkor lett kész a kollégium új díszterme. És hát ott volt az a ominózus eset, hogy már nyáron oda készültünk, és 62. szeptember 23-án lesz az első klubest, és jaj, de jó, ráadásul egyetemi közönség, tehát hazai pálya, nagyon nem fognak minket megverni, hogyha nem vagyunk jók, de akkor már jók voltunk, tehát akkor azért már jól össze volt rakva a csapat, és az volt az egyedüli, hogy jó, akkor gyerekek, jövő héten kezdődik, 23-án van az első ilyen est, de nekünk az egyetemen, meg itt egy-két lánygimnáziumnál, meg minden ki kell tenni egy ilyen megállító táblákat. Úgyhogy mondjátok, hogy hívnak titeket? Hát minket, hát név szerint mindegyünk. Zenekar, tehát nincs nevünk, ha minek az. Tehát mi nem akartunk ilyen komoly, hogy zene, milyen nevet, miért. És akkor, hát ez már elég közismert, hogy 23-án, amikor a Benkő Lacival a Vérmezőtől mentünk föl a Hess András térre a várba, mert ott volt a kollégium, és megyünk föl, fölérünk nagy lihegve végre, mert sietni kellett, mert már elég el voltunk késve, és akkor pont ott volt egy ilyen megállító tábla, és rá volt írva, hogy ma este a Műszaki Egyetem kollégium első rendezvény, játszik az Omega. És Lacival úgy néztünk egymásra, hogy nem mi? Hát mi azt hittük, hogy mi fogunk játszani, mi az, hogy Omega játszik? És akkor hát, ahogy köztudott már nagyon sokaknál, hát kiderült, hogy a rendezőségnek meg valamit ki kellett írni a plakátra, Műszaki Egyetemi Kollégium, hát úgy az Omega több száról is eszükbe jutott, és ez lett. Úgy magunkban meg gondoltuk, hát ennél jobbat mi is kitaláltunk volna,
ha komolyan veszük, de hát jó, egyefene úgyse fogjuk használni. Úgyhogy körülbelül ez volt a hozzáállás. Aztán később kiderült, hogy egy nagyon jó választás volt. Nem a vége volt ez a pályátoknak, hanem majdnem az eleje tulajdonképpen. Ennyire alfa is lehetett volna, de hát azért ez mégiscsak... Nem, de nem is jelentett nekünk sokat, mert valahogy úgy voltunk vele, hogy azt hittük, hogy az érettség után ez valószínű abban marad ez a hobbi. De mivel mindannyiunkat felvettek az egyetemre, és én rögtön fellettem véve a többik egy év ilyen előfelvételivel, és mondtam a többieknek, gyerekek, egyetem alatt is lehet ezt csinálni, pláne ha az atlétikát abba hagyjuk. Mert az nyilvánvaló volt, hogy három már nem megy együtt. És a többiek is így gondolkoztak, és az már ott utána biztos volt, hogy a diplomáig akkor együtt marad a csapat. És ez így is lett, mert az első komoly váltás az én 66-ban, de a többiek 67-ben végeztek. És akkor az eredeti csapatból hát volt olyan, aki úgy döntött, hogy ő mégiscsak mérnök lesz, Varsányi, Kovacsics Andris. És akkor helyettük jött a Mihály Tomi, meghozta kézenfogva azt a szemüveges, jól lakott óvodás haverját, egy kis pufok. Mindenre gondoltunk, csak nem, hogy egy szipadi ember lesz. De aztán, amikor leült a zongorához, már gyanút fogtunk, hogy hú, itt azért valami van. Ahogy a Hofi mondta, hogy ebben az almában valami van, hogy ez most tehetség, vagy kukac, ami mozog benne, az minden. Hát, mint kérdezőt, Presser Gábornál ez nem volt kétséges. Nem véletlenül nevezték őt a mini vagy kis Schubertnek, ugye már annak ide is, úgyhogy Schubert. Picit talán még hasonlított is arcra rá. De egyébként az egyetemi 62-67-ig tartó, ugye omegás időszakodat megpróbálod visszaidézni, itt ebben a kis társaságban. Milyen volt ott a hangulat? Ugye ott volt a Várklub, ott volt a Hessandes Térklub, egyébként csak egy apró adalék, hogy most ott, illetve nagyon sokáig ott az Országos Levéltárnak volt a levéltár gyűjtemény, úgyhogy én a rock történeti rock diszertációmat ott írtam meg, ahol ti először felléptetek, milyen érdekes az élet. Utána aztán most azt hiszem a pénzügyminisztériumban között a valami helyvezetésével, de visszatérve az E-klubra, volt-e tagsági? Ha igen, akkor fiúknak is, lányoknak is egyaránt volt-e? Kik mehettek oda be, esetleg a kiniskorosztályt is meg tudtátok szólítani? És milyen próbálási lehetőséget nyújtott a Műszaki Egyetem számotokra? Hát én szerintem mindent a Műszaki Egyetemnek köszönhetünk, mert a Műszaki Egyetem klubjaiba játszottunk. Tehát először a Hess András tér, később a Ötvös klub a belvárosban, aztán a Kinzsi utca, az E-épület, tehát ez mind műszaki egyetemi klubok voltak. A közgázon is játszottunk 64-ben. Tehát gyakorlatilag mi elsősorban a gimnazistáknak és a fiatal egyetemistáknak voltunk a kedvenc csapata. A klubokba kellett, mert a befogadó képesség azért mindegyikben korlátozott volt, tehát néhány száz, tehát ott kellett valamivel szűrni. De az még nem is kellett nekünk sem nagyon kérni, hogy a csajoknak ne kelljen. Aki akar, jöjjön. Tehát az ki volt kötve, hogy lányoknak nem kell tagságért. De ez olyan el is volt fogadva. A fiúknál is úgy volt, hogy hát azért, aki nagyon akart, azt meg tudta szerezni. Később volt inkább, amikor már az Omega név nagyon jól csinált, tehát mondjuk 68-69, akkor már... De azok a klubok meg már jobban nagyobbak voltak, tehát az E-klub az már oda 1000-1500 ember is befért, ami azért akkor nagy szám volt minden héten. És akkor már szabadabban lehetett jönni, de hát úgy is volt azért olyan, hogy ott a épület ott volt a Petőfi híd lábánál, hogy hát állt a sor a Petőfi hídig. De előfordult az is, hogy valakinek volt klubtagsága és nem tudott bejutni egy olyan koncertre? Sajnos elő, igen. Sajnos. Volt olyan, hogy már mindannyian ott voltunk, és valaki még hiányzott. Hol a fenében van Mihály Tomi? Hát nem engedték be a rendezők, mert kész, nem az árva. És akkor Benkő Lacival kellett lerohannunk, hogy egy, nem tudunk kezdeni. Miért? Hát mert, ja, tényleg, akkor, na jó, akkor menj be. De azt hitték, hogy nem tudta semmivel se, nem volt tagságia, mert miért lett volna. És az a rendező nem ismerte. Az úgynevezett beat ugye ebben a 60-as évek közepi állapotokban már
nem úgy felütött a fejét, hanem szinte virágba szökkent. Ugye ekkor még azért nem magyar nyelvű nótákat játszottatok, de szinte mindent le tudtatok úgymond koppintani, amit akár a Luxemburg Rádióból, akár pedig a SZER-ről, a Szabad Európa Rádióról is meg tudtatok hallgatni. De azért a hagyományos táncene, az pedig, legalábbis ami a pártállami ugye, szocialista erkölcsnek megfelelt, azt pedig szintén próbálták hivatalos, az első nyilvánosságban, televízióban és rádióban próbálták felvilágoztatni és felfuttatni. De az a kérdésem, János, hogy amikor volt 1963-ban az a Nemzeti Sportcsarnokbeli nagy koncert, hogy ott ezt, ugye ez nyilvánvaló, azért ez tapinthatóvá vált, ez a fajta feszültség. Azt ti belül hogy éltétek meg, azt hiszem a Benkóékat volt az, hogy ledobálták a színpadról, és nem lehetett ott nagyon tovább folytatni a koncertet. Ez hogy történt egész pontosan? Egyet tudok, hogy ez, semmi olyan érzésünk nem volt, hogy ezt a zenét itt Magyarországon nem szabad játszani. Tehát semmi ilyen nem volt. Az, hogy a hivatalos rádió meg minden nem nagyon játszott, csak korlátozott mennyiségben ilyet, hát azt úgy elfogadta az ember. De az, hogy ez a, ha jól emlékszem, ez egy kis rendezvény volt, tehát a hivatalos rendezvény volt, és kimondottan a beat zenekarokról szólt. Szegény Benkosanyék azért szívták meg, mert ők Dixielandet játszottak, ami akkor éppen ezen a pódiumon nem volt szerencsés. Tehát ahol a gitároknak kellett szólni, hát ott ne a trombita meg a klarinét, és szegények ők kezdtek. És a közönség hát nem volt olyan durva, de úgy jelezte, hogy na jó, nem kell túl sokáig ezt csinálni, jöjjön a következő. És akkor jöttek a beat zenekarok, a Scampolo, a Sankóék, a Atlantis, vagy hogy hívták őket. Aztán mi hát ilyen sorrend már volt, hát egyértelmű, hogy az Illés volt akkor a legjobb, és tényleg ők voltak a legjobbak. A Metrónak jó neve volt, mi azt nem tartottuk nagynak, de nagyon jó volt a klubjuk, oda mindig, ők egy órával tovább játszottak mindig, mint mi. Nekünk befejeződött a szemeste 10-kor, ők meg 11-kor. És akkor mindig rohantunk át a metróban, mert ott voltak a legjobb csajok. Tehát oda még gyorsan a végére körülnézünk egy kicsit. De a metrót tiszteltük, de nem. Viszont nekünk volt egy nagy előnyünk, mert ezt is hát nagyon sokan tudják, hogy az 1962-es Hesz András téri Omegában volt már női énekesünk is, akit Koncsuzsának hívtak. És gyakorlatilag őneki köszönhetjük, mert avval mi kuriózum voltunk a metróhoz meg az Illéshez képest, hogy nálunk egy csaj énekelt, méghozzá nagyon jól. És akkor a Zsuzsa nagyon jól is nézett ki, és hiába volt az Illés a favorit, nem akartak minket leengedni, mert mi is tudtuk, hogy hát azért nekünk is van előnyünk. Úgyhogy azt teljesen a Zsuzsának köszönhetjük, hogy azt ott a Omega név nagyon megindult.